Kiengedték a börtönből. Hazaérkezett az a nyírmegyesi kamionos, aki tavaly szeptemberben elgázolt egy orosz férfit. A halálos baleset után a sofőr 6 hónapig volt távol családjától. Vizsgálják a termékeket. Húsvét hétfőig tart a márciusban elrendelt és jelenleg is zajló országos szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Energetikai skálázás. Minden ingatlan adásvételnél szükség van épületenergetikai tanúsítványra. A dokumentumot csak szakember készítheti el, hamisítások is előfordulnak. Hazaérkezett az a nyírmegyesi kamionos, aki tavaly szeptemberben elgázolt egy orosz férfit. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A halálos baleset után a sofőr 6 hónapot töltött egy orosz börtönben. A férfi kormányzati és ellenzéki összefogás segítségével tért haza, miután a halott férfi családjának kifizettek 3 millió forint sérelmi díjat. Több mint 2 millió kilométer, ennyit tett meg balesetmentesen 2016. szeptember 27-ig Varga Károly. A nyírmegyesi kamionsofőr akkor az esti órákban Oroszország M2-es útján haladt Ukrajna felé. Egy házilag átalakított rotációs kapa közlekedett az úton, amit én, hogy kivilágítatlanul se egy láthatósági mellény semmi nem volt ellátva. Nem vettem észre, és az ütközést nem tudtam elkerülni, és ebben összeütköztem ebben a rotációs kapás emberrel, aki az ütközés következtében életét vesztette. És utána kezdődött ez az egész procedúra. Egy hétig a kamionba, meg szállodába, amire egy tolmácsot tudtam magamnak szerezni, mert a rendőrség nem talált, és akkor kezdődött meg ez az a procedúra, jegyzőkönyvfelvétel, és akkor mondták, hogy nagyon sajnálják ezt a vétlen balesetet, amit bekerültem, de mivel hogy nem orosz állampolgár vagyok, ezért így előzetes letartóztatásba fognak tenni, ameddig ezt az ügyet nem zárják. A kamionos családja segítségével 6 hónap után szabadult az orosz börtönből, miután a halott férfi családjának kifizettek 3 millió forint sérelmi díjat. Én fogalmaztam meg az ötletet a külügyminisztérium felé, hogy tekintettel a család anyagi körülményeire és az elmúlt hónapok ezen ügy miatti extra kiadásaira kapjanak valamilyen vállalkozói segítséget az összeg előkerítése érdekében. Hozzáteszem, hogy a család időben megelőzte ezt a fajta vállalkozói segítséget, és ők a lehetőségeik határain túlmenve összegyűjtötték ezt a pénzt, kiuttatták Oroszországba, a sérelmi díj kifizetése így megtörtént. Ezt követően került sor, hogy a vállalkozói segítség megérkezett, és ezt a pénzösszeget néhány perccel ezelőtt a Kovács Sándor fideszes képviselő munkatársaival együtt átadtam a család részére. Tehát ilyen módon végül is ez a segítség célba ért. A kamionsofőrt 2 gyermeke, felesége várta haza. Megpróbáltatásaiknak végül a család segítségével, valamint kormányzati ellenzéki összefogással lett vége. Húsvét hétfőig tart a márciusban elrendelt és jelenleg is zajló országos szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatalok munkatársai elsősorban a pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítményeket vizsgálják, annak érdekében, hogy az ünnepek alatt is megbízható termékekhez juthassanak hozzá a fogyasztók. Tavaszi kiebelt élelmiszerlánc ellenőrzés, és akkor kérném a papírokat, jó, amiket szoktunk, kistermelői regisztráció. A kormányhivatal élelmiszerbiztonsági szakügyintézője kéri el a búzatéri piaccsarnokban húst árusító kistermelő papírjait. A március 20-ától április 17-ig tartó országos ellenőrzés sorozat során azt vizsgálják az ellenőrök, hogy a termékeiket árusító termelőknek megvan-e minden szükséges engedélye. Ellenőrzik például az érvényes egészségügyi kiskönyv,
hússzállítási és a hatósági állatorvosi bizonyítvány meglétét, és azt is, hogy az adott termelő vezeti-e a kötelező nyilvántartást az előállított, valamint az értékesített hústermékeiről. Ennél a termelőnél minden rendben volt, de találtak olyan termelőt is, aki nem rendelkezett minden szükséges engedéllyel. Az ünnepi asztal elmaradhatatlan ételei, mint például a sonka és a tojás, kiemelt figyelmet kapnak az ellenőrzés során, csak úgy, mint a különféle borok, szeszes italok és a szezonális zöldségek, gyümölcsök, valamint az édesipari termékek. A szakemberek, a nyulak és a bárányok, tehát az élőállatok szállítását is nyomon követik. A NÉBIH és a kormányhivatalok munkatársai várhatóan húsvét hétfőn zárják a tavaszi ellenőrzés sorozatot, ezzel biztosítva a magyar lakosság számára a biztonságos élelmiszerhez való hozzájutást. Minden ingatlan adásvételnél szükség van épületenergetikai tanúsítványra. A dokumentumot csak szakember készítheti el, mondta el kérdésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mérnöki kamara elnöke. Bezzeg János kiemelte, már ezeket a tanúsítványokat is hamisítják, ezért érdemes a kamara honlapján ellenőrizni az akkreditált tanúsítók listáját. Egy családi ház dokumentumának elkészítetése nagyságrendileg 20-30 ezer forintba kerül. Persze az ár elsődlegesen az ingatlan típusától és méretétől függ. Épületenergetikai tanúsítványt 2013-tól kötelező készítetni akkor, ha az adott ingatlant el vagy bérbe akarják adni. A tanúsítvány azt mutatja meg, hogy milyen energetikai kategóriába esik az ingatlan. A dokumentumot többek között az alapján készítik el, hogy milyen az épület hőszigetelése, épületgépészeti berendezései. A tanúsítványt csak szakemberek készíthetik el, a hivatalos névsor interneten érhető el. A megyékben 77 energetikai jogosultságot kiadó mérnök van, akik közül 53 a mérnöki kamarai nyilvántartásban, a többiek pedig építészkamarai nyilvántartásban vannak. Ez az mmk.hu-n, illetve a még MEK, Magyar Építészkamara.hu-n tekinthető meg, vagy nézhető meg. A mérnöki kamara szakemberei arra hívják fel a figyelmet, mint szinte mindent, már az energetikai tanúsítványokat is hamisítják. A budapesti mérnök kamara megkapta azt a jogot, hogy ellenőrizze az elkészült tanúsítványokat, tehát megyénként, illetve Budapestről vagyunk, ilyen csoportokat alakítottak. A mi megyénkben is van egy ötfős csoport, aminek én vagyok a vezetője, és akkor véletlenszerűen a LEK-nél tudásközpont, ahova föl van rakva ügyfélkapunk keresztül, tehát a tanúsítványkészítők, oda rakjuk föl a tanúsítványokat, abból mi kapunk, most például a március 31-én adtunk le 81 tanúsítványt, amiből elő volt írva, hogy 16-ot a helyszínen is le kell ellenőrizni. Sőt, még kaptunk hozzá 3 Borsod megyei tanúsítványt is, tehát van, amikor egy más megyékbe is ellenőrzünk. Hasonlóan a háztartási gépekhez itt is A-tól indul az energetikai kategória. A vályogfalazatú házak általában I vagy J kategóriásak, de egyre több a modern technológiákkal készült minimális energiaigényű épület, így sokszor A+-os vagy akár A++-os tanúsítványok is készülnek. A tanúsítással és a kategóriákkal kapcsolatos előírások és szabályok folyamatosan változnak, mondják a szakemberek. 2015-ben bejött a nulla energiaosztályos épület, mint fogalom. Ezt viszont 2020-ra kell majd elérni, de ez a 2015-ös rendelet már a lépcsőket meghatározta, ami abban fog majd kicsúcsosodni, hogy 2020-ra gyakorlatilag megújuló energiát kell ahhoz alkalmazni az épületnek, hogy energetikailag megfelelő legyen a használatba vétel alkalmával. A szakemberek elmondása szerint az ingatlanok energetikai korszerűsítését ma már több pályázat is segíti, akár az Otthon Melege programon belül is igényelhetnek támogatást az érdeklődők. Állóautónak ütközött egy személygépkocsi Újfehértó belterületén ma délelőtt. Egy balra kanyarodó sofőr nem vette észre, hogy előzik, majd amikor észlelte az érkező járművet, félrekapta a kormányt, így csapódott egy állóautóba. A balesetben senki nem sérült meg, de mivel a felek nem tudtak megállapodni abban, hogy ki a felelős a balesetért, rendőrök intézkedtek a helyszínen.
Közösen emlékezett a Magyar Költészet napjára a Móricz Zsigmond Színház és a Vörös Postakocsi folyóirat. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Lépés hátrányba került a legjobb négy közé jutásról döntő párharcban a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a negyeddöntő első meccsén 97-86-os vereséget szenvedtek Oroszlányban. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában jubilált a balkányi ese. Mirgai László együttese 3-2-re győzött Tiszavasváriban, és ezzel elmondhatja, hogy sorozatban 50 mérkőzésen maradt veretlen. Közösen emlékezett a Magyar Költészet napjára a Móricz Zsigmond Színház és a Vörös Postakocsi folyóirat Nyíregyházán. A színészek, írók, költők versekkel, dalokkal elevenítették fel a magyar irodalom legszebb alkotásait, és emlékeztek meg József Attila születésének 112. évfordulójára. Egy pince mélyén lámpa ég. Ismert versekkel emlékeztek a költészet napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az egyik legfontosabb érték a vers, és van egy olyan mondásom, hogy a zenére vonatkozik, hogy a zene az égben születik. Azt hiszem, ezt elmondhatjuk a versre is, hiszen a vers is az égben keletkezik, és a költőnek az a feladata, hogy ezeket a rezgéseket meghallja, és a toll vagy a ceruzája segítségével ezt lejegyezze, és ezáltal pedig hozzá segítsen minket, hogy a mi lelkünknek a rezdülése is abban a fenn megszületett csodával kicsit teljesebbek legyenek. A színház és a Vörös Postakocsi folyóirat együttműködésében idén ez már a második ilyen kulturális rendezvény volt, ami az irodalom szeretetére igyekszik buzdítani az olvasókat, nézőket. Ma van a Magyar Költészet napja, és mivel a Móricz Zsigmond Színház és a Vörös Postakocsi Irodalmi Művészeti Folyóirat régóta együttműködik, elhatároztuk, hogy egy közös estre hívjuk a város és ha bejönnek a megye lakóit. A Tiszta szívvel a cím egyrészt József Attila utalva, másrészt arra utalva, hogy az itt közreműködő színészek és postakocsi szerzők valóban tiszta szívvel nyújtják át versben és megzenésítve is költeményeiket. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta, József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük. Nyíregyházán az erdei tornapályán rendezték meg ma a felmenő rendszerű katasztrófa védelmi ifjúsági verseny hagyományos megyei döntőjét. A katasztrófa védelem mellett a rendőrség, a vízügy, a speciális mentők, a Búvár Egyesület és Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal feladataiban mérték össze tudásukat és rátermettségüket a fiatalok, hogy kiderüljön, ki utazhat a jövő heti országos döntőre. Én már 25. alkalommal kerül megrendezésre a felmenő rendszerű katasztrófa ifjúsági verseny megyei fordulója. A helyi fordulókon túl az első és második helyezést elért csapatok jutottak tovább a megyei versenyre. A különböző elméleti és gyakorlati feladatok keretében mérik össze tudásukat. Így van például árvizes feladat, tűzoltási feladat, elsősegélynyújtási feladat, sötétben tájékozódási feladat, de van rendőrségi feladat is. 16 állomásunk van, 14 csapat, 5 középiskolás és 9 általános iskolás csapat méri össze felkészültségét, csapatonként 4 fővel. Lépés hátrányba került a legjobb négy közé jutásról döntő párharcban a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a negyed döntő első meccsén 97-86-os vereséget szenvedtek Oroszlányban. A péntek délután 5:30-kor kezdődő hazai meccsen a nyíregyháziaknak nyerniük kell ahhoz, hogy életben tartsák továbbjutási esélyeiket. A két csapat a HEP Kupa bronzmeccsén már találkozott egymással, akkor a nyíregyháziak magabiztos győzelmet arattak. A negyeddöntő első mérkőzését is jól kezdték a kék cápák, az első 10 perc után 7 ponttal vezettek a vendégek. A második 10 perc 8 ponttal a hazaiaké lett, akik a folytatásban folyamatosan elléptek ellenfelüktől. A fault problémákkal küzdő nyíregyháziak egyszer még felzárkóztak 3 pontra, de a hajrá az Oroszlányé volt, amely végül 11 ponttal megnyerte a mérkőzést, véget vetve a Blue Sharks 9 meccses győzelmi sorozatának. Az Oroszlány azért rutinos csapat, ők tavaly is playoffot játszottak, illetve a bajnoki címért mentek, de kikaptak. Hát ugye ebben nekünk még nem nagyon volt rutinunk,
A sok fiatal játékos azért megszeppent egy kicsit ott az 1000 néző láttán, illetve hogy szurkoltak, de jó hangulatú mérkőzés volt, nagyon nagy iram volt, talán mondhatom, hogy évvonalbeli iram, de hát átcsoportos szintű iram. Tudtunk volna nyerni, de mivel nekünk kicsit rövidebb a kispadunk, illetve fal problémák voltak, ezért fölénk kerekedtek, de pénteken mindenképp megpróbáljunk nyerni. Ahhoz, hogy milyen szintű mérkőzés meg tudjunk nyerni, ahhoz extrát kell nyújtanunk. A HEP kupán is azon a mérkőzésen mindenki nagyon jól játszott. Pénteken is ugyanígy kell játszanunk ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. 100%-osan koncentrál a vég az egész mérkőzésen, illetve pontosabban kell dobnunk kintről. A nyíregyháziak csapatkapitánya Nagy Krisztián szerint igazolódott a tétel, mely szerint a rájátszással egy új bajnokság kezdődik. A kosaras úgy látja, az oroszlányi csarnokban uralkodó hangulat is hatással volt a vendégjátékosok teljesítményére. Egy új szintéren kellett helyt állnunk. Többeknek ez volt az első rájátszás mérkőzése, illetve mi rutinosabb játékosok sem voltunk még ilyen szituációban, ugye a B-osztály miatt, illetve akik játszottak rájátszást Iván, vagy a többiek, ők is már ugye ez régebb óta, vagy régebben volt. Én úgy gondolom, hogy ez az első vereség annak tudható be, hogy egy kicsit megilletődtünk ettől a környezettől, de a hazai pályán úgy gondolom, hogy föl fog nőni a csapat a feladathoz, és visszahozhatjuk a párharcot. A Nyíregyháza Blue Sharks oroszlány mérkőzés pénteken 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsételevízió nézői pedig szombaton 21 óra 30-tól láthatják a találkozót. Nyíregyházi győzelem esetén a harmadik mérkőzést április 21-én rendezik oroszlányban. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában jubilált a balkányi ese. Mirgai László együttese 3-2-re győzött Tiszavasváriban, és ezzel elmondhatja, hogy sorozatban 50 mérkőzésen maradt veretlen. A balkányiak 15 ponttal vezetik a tabellát a második rakamaz előtt. 50 meccses sorozatban veretlenül megvívni bármelyik bajnokság bármelyik osztályában megsüvegelendő teljesítménynek számít. A balkániak az elmúlt szezont a megyei másodosztályban 29 győzelemmel és 1 döntetlennel zárták, majd a megyei első osztályban 14 győzelemmel és 5 döntetlennel várták a legutóbbi fordulót, amelyben a második helyezett Tiszavasvári otthonában lépett pályára Mirgai László együttese. A jubileumhoz elég lett volna egy döntetlen is, a vendégek azonban a góllövő listát vezető Igor Bogdanovics 3 találatának köszönhetően 3-2-re megnyerték a mérkőzést. Minden edző álma ez, hogy egy ilyen sorozatot véghez vigyen. Én nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hát azért én sem gondoltam volna. Azért itt látszik, hogy a fiatalok 70-80%-a főiskolás és egyetemista, nagyon jó mentalitású gyerekek, nagyon intelligensek, és azt gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen hosszú sorozatot tudtunk véghez vinni, illetve hát azt is el kell mondanom, hogy kellenek ilyen profi futballisták, mint Igor, Hortó, Vazzoli, akiknek a mentalitásukkal a fiatalokat húzták maguk után végig, és hát tényleg tele vagyok nyerő típusú futballistákkal, és ez így amatőr szinten borzasztó nagy előny. A megyei első osztály tabelláját a Balkány vezető 50 ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 35 pontos rakamaszt és az egy meccsel többet játszó szintén 35 pontos Tiszavasvárit. Mirgai László együttese gyakorlatilag már bajnoknak érezheti magát, és készülhet az NB3-ba jutásról döntő osztályozóra. Addig nem lehet ezt kimondani, amíg matematikailag is nincs meg ez a bajnoki cím, de azon leszünk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Továbbra sem állunk le, szeretnénk ezt a hosszú veretlenségi sorozatot még tovább nyújtani, aztán, hogy meddig tudjuk, nem tudom. És hát természetesen valahol már felvetődött az, hogy mi lesz, hogyha megnyerjük. Még kérdőjelek vannak, hiszen az új stadionunk csak jövőre épül meg, ha minden igaz, de már nagyon előre haladott állapotban vannak a tárgyalások is, kivitelezővel is már meg van állapodva. Na most úgy nekivágni egy NB3-nak, hogyha az osztályzót megnyernénk, mert ugye még nem nyertük meg, meg még nem jutottunk rá odáig, de ha oda kerülnénk, akkor azt gondolom, hogy át kell gondolni, hogy minden meccset idegenbe játszani egy ilyen félprofi bajnokságba, azért az hát nagyon nehéz lenne. Viszont, hogyha jövőre nekivágnánk és megint meg tudnánk nyerni a bajnokságot, és már az új stadionunk készen lenne, akkor azt hiszem, hogy akkor nem lenne semmi akadálya. A Balkány vasárnap a Mándokot fogadja. A forduló további párosítása a következő: Nyírgyulaj, Tiszavasvári, Vásárosnamény, Rakamaz, Nagyecsed, Gyulaháza, Fehérgyarmat, Tuzsér, Ibrány, Mátészalka és Sényű, Nagyhalász.
Április 15-én szombaton 10 órától rendezik meg a Nyíregyházi Városi Stadionban a Szabolcs Takarék nyuszi futást. A résztvevők 400 és 800 méteres távon állhatnak majd rajthoz. Ahogyan az megszokott, a szervezők különböző kiegészítő programokkal is várják a családokat. Egyetlen nyíregyházi központú hitelintézetként mindig is kitüntetett figyelemmel kísértük a megyeszékhelynek a társadalmi és tömegsport eseményeit. Nagy tradícióra tekint vissza általunk ennek a rendezvénynek a támogatása. Ugye azt kell, hogy elmondjam, hogy nagyon sokan látogattak ki a múltban is erre az eseményre, és a szervezőgárda, illetve tényleg a több évtizedes tradíció szerintem garancia arra, hogy a hétvégén is több százan jöjjenek ki majd a stadionba. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Hazaérkezett az a nyírmegyesi kamionos, aki tavaly szeptemberben elgázolt egy orosz férfit. A halálos baleset után a sofőr 6 hónapot töltött egy orosz börtönben. A férfi kormányzati és ellenzéki összefogás segítségével tért haza, miután a halott férfi családjának kifizettek 3 millió forint sérelmi díjat. Húsvét hétfőig tart a márciusban elrendelt és jelenleg is zajló országos szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatalok munkatársai elsősorban a pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítményeket vizsgálják, annak érdekében, hogy az ünnepek alatt is megbízható termékekhez jussanak hozzá a fogyasztók. Minden ingatlan adásvételnél szükség van épületenergetikai tanúsítványra. A dokumentumot csak szakember készítheti el, mondta el kérdésünkre a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei mérnöki kamara elnöke. Bezzeg János kiemelte, már ezeket a tanúsítványokat is hamisítják, ezért érdemes a kamara honlapján ellenőrizni az akkreditált tanúsítók listáját. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 12-én szerdán. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Előbb egy meleg, majd csütörtökön egy hideg front érinti észak felől térségünket. Emiatt változékony időnk lesz, drasztikus hőmérséklet változás nélkül. Az éjjel megnövekszik, majd késő délutántól megvastagszik a fátyol felhőzet, eső is előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég. Eső, zápor egyaránt valószínű. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Változékony idő várható a következő napokban. A hosszú hétvége első napjaiban több órás napsütésre, mérsékelten meleg időre számíthatunk. Vasárnap és hétfőn viszont felhős, szeles időnk lesz, esőkkel, záporokkal. Hétfőre jelentősebben visszaesik a hőmérséklet. A folytatásban a jövő héten is változékony időben lesz részünk. Napos és felhős időszakokra, esőre, mérsékelten meleg időre számíthatunk.